a határt nagyon nehéz egyébként meghúzni, hogy meddig engedett be a nappalitba a nagy plénumot, a közönséget. Ez mert, nagyon érdekes kérdés. Ez a trend, ez a tendencia, tehát hogy azt látjuk, hogy meg kell mutatni. Én amikor erre a pályára léptem, tehát 10 éves koromban, egyrészt nekem az volt az álmom, hogy ismerjenek, hogy szerepeljek, hogy ismerjenek meg. Tehát én sosem tagadtam, most sem tagadom, lehet, hogy ez rém ciki, de egy ilyen magamutogató pályán nekem a magamutogatás... Szereted. Igen, én ezt szeretem. Én azt gondolom, ez hozzátartozik, ez vele jár. Nyilván ennek van, tehát ez mind ízlésben, mind a mértékben, persze ezt érdemes átgondolni az ember, milyen, hogyan csinálja. Vagy milyen profizmussal egy idő után, ahogy mondod, hogy ebben rendben jó tanácsadók vannak, illetve szakemberek, akik tudnak ebben segíteni az embernek. De én az elején elhatároztam azt, hogy tulajdonképpen szinte mindent megmutatok az életemből, és hogy Máté mondta jót, rosszat, amikor jól vagyok azt is, amikor rosszul vagyok, akkor sem zárkózom el újságírói kérdések, vagy bármilyenről.